Krisztus és a kis hercegből szeretnék egy részt felolvasni. Én is szomjas vagyok, keressünk egy kutat, mondja a kis herceg a sivatagban, kényszerleszállást végrehajtó, repülőgép vezetőnek. A pilóta már 8. napja hiába próbálja megjavítani a repülő elromlott maraját, vízkészlete fogytán van. A gyermek ötletére felnőttként azt gondolja, hogy képtelen vállalkozás vaktában elindulni, a határtalan sivatagban kutat keresni, de azért mégis elindulnak. Csendben vándorolnak órákon át, lement a nap, és felragyogtak a csillagok az égen. A kis herceg egyszer csak azt mondta, néha a szívnek is jó a víz. Majd hozzátette, azt teszi szépé a sivatagot, hogy valahol egy kutat rejt. Mivel a kis herceg elaludt a fáradtságtól, a pilóta karjába vette és így folytatta tovább útját, míg nem hajnalra rábukkant a kútra. Amikor felhúzták a friss vizet, a kis herceg így szólt. Éppen erre a vízre szomjazom, adj innom. És ekkor a pilóta megértette, hogy milyen vizet keresett a gyermek. A kis herceg ajkához emelte a vödröt, hunyt szemmel ivott, olyan volt ez, mint egy ünnep. Ez a víz más volt, több volt puszta italnál. A csillagok alatti vándorlásból született, olyan jól esett a szívnek, mint egy ajándék. Eddig a történet, a kis herceg nagyon bölcsen rámutat egy-egy dologra. Néha a szívnek is szüksége van víznek, és hogy a sivatagot azt teszi szépé, hogy valahol egy kutat rejt magában. Azt gondolom, akik megtapasztalták már egyszer is a szomjúságot, amikor hosszabb időn keresztül nem ittak vizet, akkor bizony rádöbbenünk arra, hogy a víz mennyire éltető, és mennyire szükségünk van a testünknek. De beszélhetünk arról is, hogy a lélek is tud szomjazni. A lélek is ki tud száradni, mint ahogyan a száraz föld megreped és szomjas, ugyanígy a mi szívünk is tud időnként ilyen szárazzá lenni, és sóvárogja a vizet, sóvárogja az erőt. Az evangéliumban hallhattuk a szamáriai asszonynak a történetét. Ki is ez az asszony? Szamáriai, először is asszony, másodszor szamáriai asszony, és harmadjára pedig, hogy ez az asszony bűnös asszony. Keleten az asszonyok, a nők másodrangú sorsot élnek, mint a férfiak. A nők a közügyeibe egyáltalán nem szólhatnak bele, egyetlen egy dolguk van, odahaza nevelni a gyerekeket és elvégezni a házi munkát. Mondhatjuk azt is, hogy az asszony egyfajta rabszolgaként van kezelve. És mi, Krisztus hívők, valljuk azt, hogy a nőknek az igazi felszabadítása Jézus Krisztus által történik meg. Az Isten az, aki a férfit és a nőt egyenrangúvá teszi. Tehát ez az asszony megéri ezt a lenézettséget. Aztán másodjára ez az asszony szamáriai. A zsidók megvetették és lenézték a szamáriaiakat. Azért, mert a pogányokkal keveredtek és nem hittek a föltámadásban. Ezért még sokkal ellenszembesebbek voltak a zsidók a szamáriaiakkal, mint akár a pogány emberekkel. És van egy fontos dolog, amit tudni kell, hogy a zsidó emberek nem érintkeztek pogányokkal, mert bűnösöknek tartották őket, és úgy gondolták, hogy a bűn az érintkezéssel terjed.
És itt jön egy fordulat, hogy az Úr Jézus mégis ettől a bűnös szamáriai asszonytól inni kér. És ennek a nőnek a harmadik megvetettsége és lenézettsége abból fakad, hogy házasságtörő életet él. Ugyanebben a mai evangéliumban, amit felolvastam, nem derült ki, de hogy öt férfival élt, és ez az ötödik, akivel most él, az sem a férje. És mégis az Úr Jézus ezzel a bűnös asszonnyal szóba áll. Maga az asszony csodálkozik rajta. Te zsidó létedre, tőlem, szamáriai asszonytól vizet kérsz inni. És az Úr Jézus, amikor azt mondja neki, hogy adj innom, ez többet jelent annál, mint hogy én valakitől csak vizet kérek, hanem van ennek egy átvitt értelme is, mégpedig az Úr Jézus ennek az asszonynak a hitére szomjazott. Az Úr Jézus kapcsolatba lép ezzel a bűnös asszonnyal, aki bennünket képvisel, bűnös embereket. És nekünk is szükségünk van arra a vízre, amiről az Úr Jézus mondja, hogy én olyan vizet adok, amelyből ha iszol, soha nem szomjazol meg. És az asszonyban fölindul egy vágy, és itt meglátjuk az asszonynak a szégyen érzetét, amikor azt mondja, hogy add nekem azt a vizet, hogy ne kelljen soha erre a útra jönnem. Az evangelista megjegyzi, hogy dél van, ott keleten, de gondoljunk csak itt nyálunk, hogy nyáron milyen meleg van délve. Ilyenkor behúzódunk az árnyékos helyre, és a házunknak a védelmébe burkolózunk. De ez az asszony délbe megyen a vízre, a kúthoz. Nem akar találkozni az asszonytársaival, akik reggel mennek, és a házi munkához szükséges vizet viszik korsóikba haza. Ugye, hogy asszonyok beszélgetnek, nem akar találkozni ezekkel, sőt, olyan időpontot keres, amikor biztosan nem találkozik. Aztán mégis találkozik ez az asszony az Úr Jézussal. És itt történik valami, mégpedig csoda. Ez az asszony félve, remegve megy oda, és ezt sem hallottuk a mostani evangéliumban, de ha részletesebben elolvassuk, akkor föltárulkozik, hogy az asszony, miután az Úr Jézus elmondja neki, hogy ő a Messiás, ő az, aki megtanítja az embereket, hogy hogyan kell imádni az Istent, akkor szalad be a városba, és hirdeti, hogy megtalálta a Messiást. Tehát a léleknek a csodája, hogy amikor találkozunk az Úr Jézussal, amikor az asszony találkozik az Úr Jézusnak az irgalmas szívével, akkor a szívében megszületik az öröm, és megyen be a városba, és hirdeti, hogy itt a Messiás. És az emberek kimennek, és ahogyan az evangélium végén hallottuk, asszony, már nem az asszonynak a szavára hiszünk, hanem hogy Jézusban valóban a Messiással találkoztunk.